Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Szepesi Tibor, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatója. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket, köszönöm szépen a meghívást. Az elmúlt időszakban a Dériné két elismerő címet kapott, mi is ez pontosan? Két számunkra nagyon fontos kitüntető címet vehettünk át, amelyet aztán használhat is most már a Dériné Kulturális Központ dolgozói gárdája és maga az épület is. Ez a családbarát munkahely és a családbarát rendezvény helyszín, tehát a családbarát épület, szolgáltatóhely. És azt gondolom, hogy mind a kettő hűen tükrözi azt az elmúlt időszakot, amelyet a kollégákkal végig dolgoztunk, végig küzdöttünk. Az elmúlt időszakban került megtartásra, Karcag ugye bekapcsolódott a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny ez évi fordulójába is. Hogyan értékeli, hogyan zajlott a program? Ez egy hosszú folyamat, hiszen évek óta részesei vagyunk a Tour de Hongrie verseny sorozatának, egészen a kezdetektől. Sőt, azt gondolom, hogy már az ősidőkben is, hiszen a 90-es években is, amikor a régi-régi Tour de Hongrie szervezőbizottsága keresett bennünket, akkor is áthaladt Karcagon ez a rangos verseny. Aztán, ahogy újraindult a 2000-es évek elején, majd megújulva a 2010 körül, akkor folyamatosan keresték a városvezetést, kerestek bennünket azzal, hogy szeretnének rajt, célhelyszínként Karcagra gondolni, sőt volt olyan, amikor mind a kettő egyszerre lehettünk, itt ért célba, és másnap innen indult maga a verseny. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a verseny. Egyrészt Magyarországnak, hiszen lehetőséget mutat arra, hogy megmutassuk hazánk szép tájait a nagyvilágnak. Oda figyeljenek egy picit a turisták arra, hogy mit érdemes megnézni Magyarországból, és nyilván erre törekednek egyébként a verseny szervezői. Így ennek megfelelően Karcagnak is egy óriási lehetőség, hiszen bekerülhetünk nem csak a magyar televízióba, hanem a nemzetközi sajtóba, az internetes megjelenéseken keresztül nagyon sok mindent meg tudunk mutatni Karcagból. És hát nyilván a riporterek, akik ezeket a tévé vagy videó felvételeket készítik, azok elég sok információt el tudnak mondani Karcagról, és már vannak olyan visszajelzések, amelyek azt mutatják, hogy igen, érdemes ebbe a fajta média megjelenésbe is gondolkozni. Emlékszünk arra, amikor egy reklámfilmet készített maga a Tour de Hongrie szervezőbizottsága Karcagról, és óriási megtekintést produkálta az internetes sajtóban. Tehát azt gondolom, hogy nyilván egy része emiatt is fontos. A másik része az, hogy a kerékpáros közlekedésre, a kerékpáros kultúrára egy picit fölhívjuk a figyelmet, hiszen látjuk a sajtóban, hogy mostanában is azért voltak, és sajnos vannak kerékpáros balesetek, tehát egy picit nem odafigyelésből, elgondolkodásból, egy picit tolerancia hiányból azért kialakulhatnak elég komoly kerékpáros balesetek, és hát nyilván erre is föl kell hívni a figyelmet. A megfelelő kerékpáros közlekedésre, a közlekedési táblák betartására, ugye a napokban került Karcagvárosban is ki néhány olyan tábla, amely a kerékpáros közlekedést hivatott szolgálni, és hát föl kell hívni nyilván a gépjárművezetők figyelmét is arra, amire egyébként a Tour de Hongrie szervezőbizottsága nagyon odafigyel, hogy figyeljünk a kerékpárosokra, amikor előzünk, és ez egy nagyon fontos országos kampány ebben az évben is, figyeljünk a kerékpárosok előzésére, próbáljuk megtartani a másfél méteres távolságot, hiszen úgy biztonságos mind a kerékpáros, mind pedig a gépkocsi vezető számára az előzése, a forgalomban való előzése a kerékpárosnak. A harmadik pedig hát nyilvánvalóan a sportértéke, hiszen egy óriási verseny, olyan versenyzőket köszönhetünk itt Karcagon a rajtnál, vagy akár a célban, amikor célváros voltunk, akik később meghatározói a sportágnak. Akik a napokban figyelemmel kísérik a Tour de France versenyét, azok láthatják, hogy két szlovén versenyző között megy most a nagy verseny, ugye a Roglic és a Pogacar között. A Pogacar a második, és ez a versenyző, ez két évvel ezelőtt Karcagon, még a szlovén válogatott tagjaként, Karcagon itt állt a rajtnál. Tehát egy olyan szintű versenyző volt itt Karcagon fiatal korában, hiszen még most is csak 22 éves,
fiatal korában, aki később egy nemzetközi, sőt azt mondom, hogy a legnagyobb kerékpáros körversenyen, akár a győzelemért is versenyez, és ott a televízióban naponta lehet látni. Tehát óriási sportértéke van, óriási médiaértéke van, óriási hírértéke van, és azt gondolom, hogy nyilván látványban is egy gyönyörű verseny a Tour de Hongrie. Térjünk át a programokra, újra útjára indult a térzene. Erről mit lehet tudni, és milyen rendezvényekre számíthatnak a helyiek? A térzene program a Filharmóniával közös rendezvény, hiszen ők kezdték magát ezt a programsorozatot elindítani, nem csak Karcagon, hanem az ország különböző városaiban, fölfűzve gyakorlatilag egy-egy zenekarnak a fellépését, hiszen egy délután 3-4 helyszínt is érint az a zenekar, aki akár hozzánk is ellátogat. Ugye a vírus időszakában indult, hiszen más lehetőség a tavasz folyamán nem nagyon volt olyan jellegű zene bemutatókat, koncerteket tartani, ahol nézőket lehet fogadni, és akkor több helyszínen, inkább a lakótelepeket célba véve szerveztük ezeket a rendezvényeket. Később, ahogy enyhült a vírus helyzet, egy helyszínen maradtunk, és egy picit hosszabb lélegzetvételű előadásokat tudtak tartani. Aztán ugye jött a nyári szünet, nyilvánvalóan egy picit kellett pihenni a zenekaroknak is, és hát sajnos, hogy a helyzet az nagyjából ugyanaz, hogy a második hullám ért el bennünket, tehát nagyon nagy rendezvényeket nem lehet, nem célszerű szervezni, hiszen a vírus terjedése az elsősorban közösségekben realizálódik, ezért újra indította a Filharmónia ezt a koncertsorozatot. Mi is azt gondoltuk, hogy természetesen kapcsolódunk ebbe a programba, hiszen egy nagyon jó, nagyon látványos és nagyon élvezhető rendezvényekről van szó. Pénteki napokon kerül megrendezésre, most várhatóan az előzetes tárgyalások alapján legalább 2,5-3 hónapig Karcagon is folyamatos lesz a rendezvény. Péntek délutánonként a 6:30-es előadásban maradunk itt a főtéren, a Filagóriánál. Várunk mindenkit, természetesen a kötelező szabályokat azért mindenképpen célszerű betartani, aki úgy érzi, viseljen maszkot, és hát természetesen a védőtávolság betartása azért mindenképpen kötelező. Több beruházás van folyamatban Karcagon, melyek ezek? Így van, nagyon sok a végéhez közeledik, nagyon sok most kezdődött, és nagyon sok nagyjából a felénél tart. Én ebből mindenképpen kiemelnék hármat. Az egyik a Kovács Mihály tagiskolának az épülete, hiszen tegnap bizottságülésen a tankerület igazgatója is beszámolt arról, hogy nagy részt a visszapakolásban gondolkodnak már, tehát október hónap elején, közepén, vége fele, attól függ, hogy végeznek a visszaköltözéssel, birtokba vehető majd az épület, aminek természetesen nagyon örül a tankerület, a pedagógusok, a gyermekek, szülők. Én azt gondolom, hogy egy csodálatos iskola került felújításra, megújításra, sőt azt mondom, hogy egy vadonatúj iskolába költözhetnek majd be a gyerekek. És reméljük, azért zárójelben megjegyzem, hogy a hagyományos tanítási formában költözhetnek vissza és folytathatják majd a tanulást, oktatást. Másik két fontos beruházás a piac térnek a megújulása, hiszen egy fedett piac tér kerül kialakításra. Már a médiában nagyon sokszor lehetett látni a fényképeket, folyamatosan, ahogy épül, szépül a környék, és lehetett látni azokat a terveket is, hogy hogyan fog majd kinézni. Én azt gondolom, hogy egy méltó piaca lesz Karcagnak, hiszen fedett, árusítóhely, parkosítva, nagyon sok zöld felülettel, fákkal, és hát természetesen a parkolási problémákat is meg kell majd oldani nyilván itt a piac környékén. Én azt gondolom, hogy erre is megvannak már a megfelelő tervek, és hozzá fogunk kezdeni ahhoz, hogy a parkolás is meg legyen oldva. És hát nyilván ezzel együtt a harmadik nagyon fontos az a toronyház környéki járdának a megújítása, ami azt gondolom, hogy nem is elsősorban nyilván szép lesz, és jó lesz, és használható lesz a maga a járda is, de ami nagyon fontos az, hogy a mellette lévő járda és az úttest közötti parkoló rész teljesen megújul. Újjá lett tervezve, nagyobb lesz maga a parkolási lehetőség, tehát nem kell attól tartani a gépjárművezetőknek, hogy felakad a kocsi orra, hiszen lejjebb lesz a szegélykő, szépen ki lesz alakítva, be lehet állni ebbe a parkolóba, ami azt jelenti, hogy egyrészt a parkolás, a beállás, kiállás,
illetve a ott parkoló gépjárműveknek a száma is növekedhet ezáltal, hiszen szépen rendben lehet majd ezen a területen parkolni. Én azt gondolom, hogy ezekkel a beruházásokkal, a piaccal, a járda felújítás befejezésével a főtér egy igazán impozáns és szép tér maradt, lesz, és hát természetesen várjuk a turistákat, hiszen a legfontosabb cél természetesen az, amellett, hogy a karcagiakat kiszolgáljuk, hogy minél több látogatót ide tudjunk csalni Karcagra, akik aztán jól érzik magukat, viszik a város hírét, és egyre többen jönnek majd remélhetőleg. Augusztusban indult útjára az a kampányidőszak, amely a szeptember 27-i időközi választást készíti elő. Ön a Fidesz-KDNP polgármester jelöltjeként indul. Az elmúlt időszakban bejárta a városnak az utcáit, a tereit, nagyon sok intézményt látogatott meg. Milyen tapasztalatokkal gazdagodott, melyek a jövőre nézve is fontosak lehetnek majd? Ez volt a cél, hogy bejárjunk valamennyi területet, hiszen nyilván különböző megbeszéléseken, fórumokon azért a képviselőtársakkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és mindenki elmondja az ügyes-bajos dolgait, de mégis azt gondoltuk, hogy amikor személyesen körbejárva a területet, megnézve azokat a fontos feladatokat, amelyet maga a képviselő is fontosnak tart, hogy átbeszéljük, kijavítsuk, gondolkozzunk a megoldási lehetőségeken, hiszen természetes, hogy a lakossággal ők tartják elsősorban a kapcsolatot, hozzájuk futnak be azok az ötletek, javaslatok, amelyek előrébb viszik egy közösségnek a problémáját, és nyilván ezeket beszéltük át. Van olyan, ami pozitív volt, erről is beszélni kell, hiszen folyamatosan fejlesztenek a képviselőtársak is, folyamatosan próbálják javítani a lehetőségeikhez mérten. Természetesen a büszkeségeket is megnéztünk, és azt gondolom, hogy volt miről beszélnünk. De nyilván nem szabad elfelejteni azt sem, hogy vannak olyan problémák, gondok, amelyek folyamatos megoldást sürgetnek. Nyilvánvalóan ezeket is átbeszéltük, úgyhogy lesz mind dolgoznunk a következő években is, és hát remélem, hogy ugyanolyan büszkeséggel fog eltölteni bennünket, mint az, amelyeket eddig is elvégeztünk. Megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!